A pánik felrobbant a népszerű strandon egy hatalmas szörnyeteg miatt. A Warner Bros. Monster negyedik darabja, Godzilla Kong, a pandémia közepén debütált egyidejűleg a színházakban és a HBO Maxonban. Nagyon jó jövedelmet generált a járványhoz képest, és 2021-ben a HBO átviteli szolgáltató egyik legszembetűnőbb tartalma. Nem meglepő, hogy a folytatás gyorsan zöld fényt kapott, amelynek forgatása nemrégiben megkezdődött. A legénység július 29-én dolgozott egy Gold Coast nevű tengerparti városban. A filmkészítés első napján a történelem szerint a tengerparti támadás helyszínét rögzítették Rio de Janeiro partján. A jelenet rögzítéséhez sok statisztikus volt, akiknek feladata volt egy adott ponton az ég felé nézni, majd sikoltozni és elmenekülni. Az alábbi videóban exkluzív felvételt láthat. Nem ismert, hogy mi lehet a titokzatos szörnyeteg, amely pánikba esik a tengerparton, de nem zárják ki, hogy a titánok egyik új ellenfele Rio de Janeiroba érkezik. Még a teremtmény is kijuthat a mélységből, és hogy mindenki a fejét a partra helyezi az égen eltörő víz miatt. Csak a kész munkában válaszolunk, amely szerint 2024. március 15-én jelenik meg az amerikai mozikban, vagyis a premier várhatóan 2024. március 14-én Magyarországon várható. A második rész Godzilla Kong ellen Adam Wingard, az előző produkció igazgatója, míg az egyik főszerepet Dan Stevens fogja előadni. YouTube.